Felhők az ég alján. Készült Rosamunde Pilcher regénye alapján. Magyar hangok. Borbás Gabi, Varga T. József, Hámori Ildikó, Spilák Klára, Kocsis Judit, Bács Ferenc, Lux Ádám, Pásztor Erzsi, Holló Orsolya, Kis Erika, Csé Németh Lajos, Andai Györgyi. Magyar szöveg Meszéna Marian, hangmérnök Takács György. Rendezőasszisztens Marton Bernadett, vágó Makai István, gyártásvezető Derzsi Kovács Éva, szinkronrendező Lengyel László. A szinkront a Masterfilm Kft. Készítette. A forgatókönyvet írta Barbara Engelke. Zenéjét szerezte Richard Blackford. Fényképezte Mike Gast. Rendezte Rolf von Sydow. Így. És most megkérem önöket, hogy írják alá. Először a vőlegény. Utána a menyasszony. Így. És itt pedig a két tanú. És most megcsókolhatja a menyasszonyt. Jó, bocsánat, elkéstem. Én is minden. Jaj, de sajnálom. Ó, de szép, gratulálok. Szépek vagytok. Igazán nagyon szépek vagytok. Itt egy lélek sincs. Mondd csak, Alec, egyetlen rokont vagy barátot sem hívtál meg az esküvődre. Minek? Lorával sokat gondolkodtunk azon, hogy meghívjuk-e az egész családot és az összes rokon, de aztán úgy döntöttünk, hogy én méltón képviselem mindkét oldalt. Kirsty nem csak a legjobb barátnőm, hanem unokatestvérem is. Milyen eredeti. Szerintem ahelyett, hogy itt letáboroznánk, végre rávethetnék magunkat a pezsgőre. Aha. Az igen kimondása óta ez az első értelmes szó, amit hallottam. Biztos vagyok benne, hogy nagyon boldogok lesztek egymással. Köszönöm, Tom. Ki ez a szörnyű nő személy? Psz, ne olyan hangosan. Tom Alec társa, Daphne a felesége. Alec évtizedek óta jóban van velük. Hát akkor ez van. Gabriel még egész pici volt, és Erika meg ott állt esély ruhában a teraszon. Egy pohár pezsgővel a kezében, és a koszos pelenkákat egyiket a másik után kidobálta a fűre. És ki ez a rendkívül vicces Erika? Maga nem tudja? Erika Alec első felesége. Gabriel pedig a lánya. Erika magánkívül volt, amikor teherbe esett. A világ legalattomosabb trükkjének tartotta, hogy a nőket rabigába hajtsák. De aztán mégis egész jó anya lett belőle. Bocsássatok meg! Mi a baja? Laura állapotos. Ez sok mindent megmagyaráz. Hogy érted ezt, Daphne? Előttünk nem kell megjátszanod magad. Laura kétségkívül bájos nő. De Erika a legjobb barátnőm volt. És mindnyájan tudjuk, hogy imádtad. Szeretem Laurát. Ne hagyd, hogy ez a szipirtyó kikészítsen. Alec már réges-rég elvált ettől az Erikától, és most te vagy a felesége. Épp most tudtam meg a kis titkodat. Szívből gratulálok. Köszönöm. Biztos nagyon boldog vagy, Alec. Nagyon szenvedett attól, hogy Erika a válás után magával vitte Gabrielt Amerikába. És most te, hogy úgy mondjam, pótolod ezt a hiányt. Holnap reggel valóban elrepültök New Yorkba? Igen. Mindig arról álmodoztam, hogy New Yorkba megyek nászútra. Mielőtt elfelejtem. Ahogy indultam az irodából, Hoar Moss titkárnője telefonált, és visszaigazolta a szerdai találkozót a Four Seasons-ban. Ez jó hír. Dolgozni akarsz?
Azt hittem... De kis szívem, ennyire már ismerhetnéd Aleket. Az a szó, hogy magánélet szinte nem is létezik számára. Biztos vagyok benne, hogy a saját temetésén is rá fog sózni a papra néhány részvényt. Mély, gyere, igyál meg velünk egy teát! Eszemben sincs. Tegnap elvittem magammal Mélyt. Szilvia? És legalább egy fél órát töltött abban a kisboltban odafent a kereszteződésnél. És amikor végre kijött, tele volt a keze iskolai füzetekkel. Azokkal a kicsi, színes, igen, tudod, a kis egy bohóc harajt, meg egy rakás folyóirattal. Azokkal a hetente megjelenő érdekes újságokkal. Uh-huh. Biztos ismeritek. Na igen. Amelyekből megtudhatjuk a koronás fők minden örömét és bánatát. Uh-huh. Utálatosak vagytok, hogy kigúnyoljátok mély ártalmatlan hobbiait. Na várjatok, amíg olyan öregek lesztek, mint ő. Köszönöm, kedvesem, köszönöm. Oh, ne. De mit csinál a füzetekkel? Fotókat és cikkeket vág ki az újságokból, és beleragasztja. Nem igaz. De? Igen, valamelyik este vacsorához akartam hívni. Épp szorgalmasan dolgozott egy gyerekollóval. Szerintetek megőrült? Tudod, mindig egy kicsikét bogaras volt. De szerintem még mindig jobb, ha a szobájában újságokat vagdos, mint ha kis bombákat készítene. Mi? Köszönöm. Igen, mindig forrón és bensőségesen szeretett. Nem. Mi van? Alec megnősült. Micsoda? Igen. Kedves Gerald, drága Eve, Laura meg én tegnap összeházasodtunk. Szeretettel, Alec. Ki az a Laura? Alec felesége. Hát igen, hát persze. Mennem kell. Köszönöm a teját. Szilvia. Te érted ezt? Attól tartok, igen. Hogyan? Reménykedett Alekkel kapcsolatban. Hát ez kizárt dolog. Tényleg? Igen. Koktélokat fogunk inni a Rockefeller Centerben, a Rainbow Barban. Utána elviszlek valahová táncolni. És vásárolni fogsz, amíg le nem szakad a lábad. Az Istenért, hagyd ezt, ez nagyon nehéz. Esténként a hotelszobánkból New Yorkot nézzük. Mi a baj? Nem tudom, de nagyon fáj. Haverstock. Itt Szilvia Márten. Nem tudom, hogy emlékszel-e még rám. Cornwallból? Eve néni és Gerald bácsi barátnője? Pontosan. Biztos kíváncsi vagy, hogy miért hívtalak fel. Igen, valóban. Azt hiszem, legutóbb 10 éve láttuk egymást, ugye? Itt vagy Amerikában? Nem Cornwallban, ahogy mindig. A mamád mondta meg, hogy hol érhetlek el. Az apámmal van valami? Nem, jól van. Vagyis... Na, mondd már. Megnősült. Mikor? Tegnap. Természetesen nem akarok beleavatkozni. És tényleg semmi közöm hozzá, de ennek a meglepő házasságkötésnek a körülményei mégiscsak érdekesek. Ha érted, mire gondolok. Ismered a nőt? Senki sem ismeri. Komolyan aggódom az apád miatt, Gabriel. Abban a korban van, amikor a férfiak néha olyan döntéseket hoznak, amelyeket életük végéig bánnak. Köszönöm, hogy felhívtál, Szilvia. Azt hiszem, úgyis ideje lenne visszamennem Angliába. Gabriel? Egyszerűen el kellett mondanom.
Értem. Vissza kell mennem Angliába. Látlak még? Nem hiszem, hogy volna értelme. Az utóbbi időben úgyis csak veszekedtünk, és időre van szükségem. Már sokkal jobban nézel ki. Pénteken hazamehetek. Az orvos szerint még 10 gyerekünk lehet. 10? Oké, 5 is elég lesz. Lara, meg kell beszélnem veled valamit. Igen? A New York-i útunkat ugyan nászútnak szántuk, de ahogy te is tudod, le akartam bonyolítani pár üzleti tárgyalást. Amit kedvesen elhallgattál előlem. Nem akartam elvenni az örömödet. Minden esetre az a helyzet, hogy Tom beszélt tegnap ezzel a Howard Mosszal. Ez a pasas tényleg szeretne velünk üzleti kapcsolatba lépni. Röviden, el kell mennem New Yorkba. Képes vagy most magamra hagyni? Nekem is kellemetlen. Miért nem megy Tom? Azt hittem társak vagytok. Kérlek, Laura, ne avatkozz vele olyan dologba, amihez nem értesz. Sajnálom. Ne haragudj. Tudod, kissé túlhajtottam magam. Beszéltem Gerarddal és Eve-vel telefonon. Nagyon boldogok, hogy amíg én New Yorkban vagyok, ápolhatnak téged. De hisz nem is ismerem a rokonaidat. Szeretni fogod őket, főleg Eve-et. És hidd el, hogy nincs jobb hely a világon a gyógyulásra, mint Carval. Szeretnék inkább Londonban maradni. Nem, szó se lehet róla, hogy egyedül itt maradj. Nem. Megkérhetem Kirstyt, hogy legyen velem. Kirstynek épp elég a munkája, nem lenne ideje, hogy rólad gondoskodjon. Nem, pénteken elviszlek Cornwallba, és szombaton elrepülök New Yorkba. Ahogy látom, minden tökéletesen kiterveltél. Úgy számoltam, hogy kereken egy hétig leszek távol. Tehát, kedvesem... Légy jó. Á, jó reggelt! Köszöntelek, anyám! Bájód ezen a csodálatos reggelen még ezeket az öreg köveket is meglágyítja. Nagy lókötő vagy. Szólnám Maynek, hogy indulunk. Ki kell mennem a reptérre gyakorló repülésre, és megkért, hogy tegyem le a faluban. May! Ivan indulni akar! Mikor jön állak, és... hogy is hívják a feleségét? Laura. Alex szerint 5 óra körül lesznek itt. Laura? Szép név. És ahogy Aleket ismerem, a hölgy sem lehet megvetendő. Jaj, te! May! Jó reggelt! Jó reggelt, kedvesem. Jól aludtál? Igen. Hát nem szörnyű, hogy Laura elvesztette a gyerekét? Mit jelent a... Azt jelenti. Természetesen nagyon sajnál. Azonban nem vagyok benne olyan biztos, hogy Alec valóban őrülten szeretne az ő korában megint apa lenni. Alec úgy 50 éves lehet? És ha olyan idős lesz, mint most én, egy őrült kamasszal kellene megküzdenie. Ne felejtsd el, hogy Alecnek van már gyereke.
Jó, de hát a válás után soha többé nem láthatta Gabrielt. Amitől még ma is szenved. El tudom képzelni, hogy fél mindent még egyszer végig csinálni. Bocsáss meg. Elismered végre, hogy jó ötlet volt ide jönni? Gerald meg én gyermekkorunkban mindig itt nyaraltunk. Akkoriban már intézetben tanult, de a szünidőt mindig velünk töltötte. Úgy éreztük magunkat, mint a paradicsomban, és mindig szörnyen elkeseredtünk, amikor vissza kellett mennünk Londonba. És Gerald sosem volt nős azelőtt? Nem. Megrögzött agregény volt. Tengerészkapitány. Minden kikötőben másik nő. Ma persze azt állítja, hogy csak ívre várt. Nagyon szeretheti. Nincs. Ezt a meglepetést. 100 éve nem láttuk egymást, á, hogy vagy? Körülbelül, köszönöm. Jól nézel ki. Jól. Nem is tudtam, úgy örülök neked. Szívem, bemutathatom fiatalkori szerelmemet, Szilviát? Tudtad, hogy Szilvia be akar ugrani? Nem. Kedvezőtlen pillanat. Ne légy szigorú hozzá. Szilviának igazán kevés változatosság jutott. Hogy hívják? Lucy. De szép kis kutya volt. Idekint akartok letáborozni. Miért nem jöttök be? Isten hozott Remenhéren, Laura. Szia. Hello. Isten hozott, Elohim. Jaj, de régen láttalak. Isten hozott. Gerald, öregem, hogy vagy? Végre, ha ide dögtön a képedet. Hogy utaztatok? Tudod, hogy mennyit dolgozom? Jó van. Tehát még egyszer minden jót nektek. Köszönjük. Köszönjük. Itt maradsz egy kicsit, vagy ahogy szoktad az üzletet hajszolod? Há, még ma visszamegyek Londonba. És holnap reggel elrepülök New Yorkba. Milyen kár.
Na, igen, szóval. Laura nagyon szomorú lehet, hogy megint egyedül hagyod. Aleket persze nem tudjuk pótolni, de azért majd igyekszünk, hogy jól érezd magad. Boldog vagyok, hogy itt lehetek. És Lucy is. Hát, nagyon sajnálom, de mennem kell. Alek, kikísérlek a kocsihoz. Jó, viszlát. Menjünk, gyere, Lucy. Minden viszlát, jó New Yorkban. Gerald? Istenem, Alec egy igazán félénk őzet fogod be. Igen, meg kell mondjam, engem is meglepett. Sok mindenen ment keresztül, és az út is megviselhette. Hát igen, persze. De emlékeztek, milyen felhajtást csinált, amikor Erika először megjelent itt? Hát igen. Az elődjével ellentétben Laura valóban sápatagnak tűnik. Biztos rettentő unalmasnak találnak. Ó, butaság! Eve rögtön a szívébe fogadott. És Gerald pedig boldog, hogy a változatosság kedvéért olyan vendége van, aki nem beszél egyfolytában. Mondd csak, ez a Sylvia. Itt lakik, vagy csak látogatóba jött? Itt lakik a közelben. Annak idején ő is a bandához tartozott, és mint egyetlen leánynak a sok fiú között nem volt könnyű élete. Néha egészen alaposan elvertük. Nemrég vesztette el a férjét. Oh. John súlyos alkoholista volt. Egyszerűen halálra itta magát. Légy kedves hozzá, Laura. Nem könnyű neki. Felhívlak, amint megérkeztem. Jó, rendben. Legnagyobb szerelmemnek. Alec. Gyere, Mazi, gyere, gyere. Úgy. De May, miért keltél fel ilyen korán? Hiszen meg kell csinálnom a reggelit. Hogy? Geraldnak meg magamnak én csinálom meg, a többiek gondoskodnak magukról. És 11-kor jön Mrs. Quickly és kitakarít, mint minden reggel. Igen? Eve. Gyere ide gyorsan, borzalmas dolog történt. Nem, nem, nincs semmi bajom, nem erről van szó. És szólj Geraldnak, hogy ő is jöjjön. Kérlek. Jó, hát persze. Sylvia volt, kéri, hogy azonnal menjünk át hozzá. Micsoda most? Még 9 óra sincs. Nagyon feldult volt. Szép ez a dallam. A kedvenc szerzőm írta. Aha, és ki az? Hát én.
maga pedig a szép Laura. Ivan vagyok, Eve fia. Hello, Ivan. Eve és Gerald már kora reggel elment. Azt üzenik, hogy a reggelije az ebédlőben várja. Köszönöm. Nincs kedve eljönni velem? El kell vinnem néhány bútort a barátom és munkaadóm műhelyébe, közben megmutathatnám a környéket. Ha meg tudja várni, amíg felöltözöm. Tőlem, akár Halloweenben is jöhet. Ah? Velünk jöhet ő is? Hát persze. Oké. Undorító. Nem értem, hogy tehet valaki ilyet. Meg van még a boríték? Tegnap pecsételtik le a postán. Jaj, ne. Ő nem tenne ilyet. Soha. Mély, öreg és egy kis szenilis, de... a legkedvesebb ember, akit ismer. De gyűlöli az alkoholt. És engem sohasem kedvel. Ás, Szilvia! Talán néhányszor túl nyíltan flörtöltél Ivannel. És ez elég mélynek, hogy haragos pillantásokat vessen rád. Mindig a dadusának érzi magát, na de soha... Megcsaltad a férjed. Te üldözted az ivással a halálba. Szégyeld magad. Nem jut eszedbe még valaki, akitől kitelne ilyesmi? Az egész falu tudja, hogy John halálra itta magát. És az is közismert, hogy egy egyedülálló asszonynak nem könnyű. Ez biztos egy iskolai füzetlapja. És ti magatok meséltétek, hogy mének újabban az a szórakozás, hogy mindenfélét kivagdos az újságokból, és a füzetekbe ragasztja. El akarsz menni a rendőrségre? Kérlek, Szilvia, beszélni fogok mélyel. És ha tényleg ő volt, esküszöm neked, többé nem fordul elő. De ha elmész a rendőrségre, akkor beutalják egy intézetbe is. És azt nem bírnám elviselni. Nem megyek a rendőrségre. És ha tudom, hogy ez így felizgat téged, akkor azonnal elégettem volna a levelet, és most meg is teszem. Megértem, hogy ezt a mocskot nem akarod itthon tartani. De azért én nem dobnám el. Add ide nekem. Ez talán még csak a kezdet. És ha mégis el akarunk menni a rendőrségre, bizonyítékként szükség lesz a levélre. Jó, akkor úgy eldugom, hogy magam se találjam meg. Na, főzök egy jó teát. Aztán próbáljuk meg ezt az egészet elfelejteni.
Mi? Mi? Én vagyok, Eve. Megértem, hogy inkább itt él, mint Londonban. Köszönöm. Hát igen. Nem egészen szabad akaratomból. És maga? Maga mit csinált, mielőtt a második Mrs. Alec Haverstock lett? Egy kiadónál dolgoztam. Én pedig most beletapostam a lelkébe. Csak azt nem tudom, mivel. Azt hiszem, nem a kiadói múltja az, ami ennyire megrendítette. Tehát a második Mrs. Haverstock volt. Eve mondta, hogy maga építész. Igen. De pillanatnyilag egy régiség voltam, van egy barátommal. Ébe-hóba beugrom egy másik barátom helyett, akinek egy kis magánrepülőtere van. Ó, tehát pilóta is. Igen, van vezetői engedélyem, de a repülés inkább a hobbi, mint a hivatás. Milyen sokoldalú. Lucy! Sajnálom, ha valami rosszat mondtam volna. Nincs semmi baj. Csak túlérzékeny vagyok Alec első feleségével kapcsolatban. Miért? Talán mert minden barátja ismerte, és állandóan összehasonlítanak vele. Na is. Nagyon vonzó asszony lehet. Maga is az. Na, Böki. Mi miatt van az egész? Nem. Kérlek. Körülnéztem a szobájában. És? Hát igen. Tudom, hogy te és Ivan mennyire ragaszkodtok hozzá. És mi mindent tett értetek. De a névtelen levél csúnya dolog, Eve. De még azt sem tudjuk, hogy valóban ő írta. Ez az. Ezért szeretném, ha beszélnél vele. És ha tényleg ő volt? Akkor attól tartok, be kell vitetnünk egy otthonba. Nem, Gerald, nem. Hello! Hello! Gyere, Lucy! Szia! Szőr? Londonban nem állt módonban, hogy egy kis ajándékot vegyek neked. Ó, ez nagyon kedves tőled, Laura. Laura, mit iszol? Azt, amit te. Na, a tenyeremből eszik. Ivan! Jó napotok volt? Remélem, Ivan nem fárasztott le túlságosan. Köszönöm. Nem, egyáltalán. Ivan nagyon kedves volt, és úgy csinált, mintha a történeteim valóban érdekelnék. Ó, de gyönyörű. Ez az, amire mindig is vágytam. Hát igen. Nem tudtam lebeszélni róla. Ivan megmutatta a barátja üzletét, és amikor ezt megláttam, azonnal te jutottál az eszembe. Köszönöm, Laura. Nagy örömet szereztél vele. Nagyon szívesen. Ide néz. Ó, bocsánat. A tengeri levegő mindenkit elvágyaszt. Azt hiszem, már is megyek aludni. Tedd azt. Jó ét, Gerald. Jó ét. Ettetek egyáltalán? Igen, egyfolytában. Ivan pont annyiszor cipett be egy étterembe, ahányszor megcsodálta a karcsú vonalaimat. Jó ét. Gyere, Lucy. Jó ét. Gyere már. Ugrás. Na, gyere már, na. Menj már. Gyere. Végre elindult. Aludj jól, Laura. Jó éjszakát. Jó éjszakát.
Remek asszony. Az. És Alec felesége. Mit keres itt Mr. Haverstock házában? Nem ismersz meg? Nem, ez nem lehet igaz. Gabriel! Oh. Hogy fog örülni az apád? Igen, csak sajnos nincs itthon. Így van, elutazott Mrs. Haverstockkal Cornwallba. Tremenhírre? Igen, Tremenhírre. És tudod, mikor jön vissza? Azt mondta, hogy úgy 10 napig öntözzem a virágokat. 10 napig? Igen, eredetileg nászútra készültek, de az asszony nem volt jól. Vagy úgy. Ó, elnézést, a telefon. Laura. Hát nem gyönyörű a kilátás? Aha. Hogy sikerült a tegnapi kirándulás Ivannak? Jó. Nagyon kedves volt hozzám, és mindent megmutatott. Azt meghiszem. És most, hogy Alec biztosan megvan, lehet egy kicsit máshol is szórakozni, nem igaz? Ezt hogy érti? Hogy értem? A világ legősibb trükkjével elcsábították előlem a kiszemelt férfit. Alec engem akart elvenni, és ha maga nem lett volna terhes, meg is teszi. Csak azért dőlt be, mert annak idején elvesztette Gabrielt, és engem cserben hagyott. Ki az? Mély! Bezárkoztál? Igen, bocsáss meg. Már is nyitom. Tessék. Hello. Ez milyen helyes. Igen? Még sosem mesélted el, hogy miért csinálod ezt valójában. Eve, mit kezdhet egy ilyen öreg, bolondos nő, mint amilyen én vagyok az idejével? Kár, hogy nem szóltál tegnap, hogy a postára készülsz. Feladhattad volna az én leveleimet is. Voltam tegnap a postán? Nem voltál? Már nem is tudom. Eve. Rossz dolog, ha az ember öreg és feledékeny lesz. Nagyon rossz. Eve! Már megint itt van. Gerald! Eve, ez a nő gonosz. De mély? Hol vagytok? Jó napot! Megmondaná New York körzet számát? Melyik városrész? Manhattan. 001212. De New Yorkban most éjszaka van. Nem számít. Viszontlátásra. Viszontlátásra.
Mondd csak, kiderítettél már valamit? Nagyon össze van zavarodva. Azt hiszem, ha ő volt is az, nem emlékszik rá. Azt sem tudja, hogy volt egy nap a postán. Istenem, szegénykém. Szilvia, nem csinálhatnánk úgy, mintha az a levél sosem létezett volna. Hát, jó. Köszönöm. Képzeld, ezeket a figurákat Lorától kaptam ajándékba. Tudod, mindig ez volt a szívem vágya. Rendkívül nagy vonalú. Egyébként is, most, hogy lassan magához tér, egész más benyomást tesz. Jó reggel, Mrs. Quigley. Hát igen, lassú vízpartot mos. Engem nem tudsz becsapni, Szilvia. Rögtön észrevettem, hogy nem nagyon bírod. Honnan veszed ezt, Eve? Igazán kedves nő. Azt hiszem, nagy szerencséje van Aleknek, hogy rátalál. Igen. És ha neked is felhajtunk egy csinos férfit, akkor végre mindnyájan révbe jutottunk. Tudod, egész jól elboldogulok magam is. Azt hiszem, tartósan el sem viselnék egy férfit a közelemben. Hello, mi? Hová mész már megint? Bevásárolni, kedvesem. Gyere, szállj be. Nem, inkább gyalog megyek. Szerintem te titokban a szeretőddel találkozol, amennyit mostanában úton vagy. Ó, te! Hello. Laura, mi a baj? Semmi. Elvinnél? Igen, persze. Azt hittem, barátok vagyunk. Vágyottam Alec után, és felhívtam New Yorkban. De nincs a szobájában. A sikeres üzletemberek ritkán tartózkodnak a hotel szobájukban. De New Yorkban késő éjjel van. Hogy ismerkedtél meg Alekkel? Nagyon gicses történet. Ki fogsz nevetni? Imádom a gicses történeteket. Már 15 éve ismerem Aleket, de ő engem nem. Ebédszünetben történt. A kiadóból, ahol akkoriban dolgoztam, elsétáltam egy kis galériába, hogy az unokatestvéremet, Körstit elvigyem ebédelni, és akkor bejött. Megláttam, és tudtam, hogy ő az a férfi, akihez hozzá szeretnék menni. Ez őrület. És aztán? Aztán pedig elment. És Kirsty azt mondta, ezt nyugodtan elfelejtheted. Nős, a feleség egy szenzációs nő, és van egy édes kicsi lányuk. És csak azon a vacsorán láttad viszont megint? Igen. Tudtad, hogy időközben elvált? Tehát a nyakába ugrottál, és éjjeneztél, hogy végre szabad. Nem. Még mindig ő volt, akihez hozzá akartál menni? Igen. Irigyellek. Azért, mert teljesült a vágya? Mert kezdettől fogva biztosan tudtam. Ott van hely. Én is voltam vőlegény. June-nak hívták. Köszönöm. Amikor eljegyeztük egymást, az egész család őrülten boldog volt. És az anyja elkezdte megtervezni a világ legnagyobb esküvőjét. És hirtelen megláttam June-t, ahogy előttem állt és ragyogott egy 12 személyes ezüst készlettel a kezében. És csak arra gondoltam, el innen. Mindenki baromi pipa volt rá, még Eve is. De azt hiszem, főleg azért volt csalódott, hogy nem tudta bemutatni az új kalapját. Szerintem nagyon bátor voltál.
túlságosan kedveltem June-t ahhoz, hogy ne lovaljam bele egy olyan házasságba, amelynek részemről semmi köze a szerelemhez. És az állásodat is azonnal feladtad? Kikerülhetetlen volt. Az építészeti iroda vezetője ugyanis véletlenül June apja volt. Köszönöm. Oh. A szerelemre. Sajnálom, de Laura pillanatilag nincs itt. Hogy? Valóban elmúlt már fél egy. Azt hiszem, elment Ivannel a törzs kocsmájába. Igen, biztosan ott ülnek, és még mindig dumálnak. Persze, átadom, átadom. Viszlát, Alec. Tessék, szívem. Ó, te egy angyal vagy. Alec volt, Laurával akart beszélni. És megmondtad neki, hogy Ivannel csavarog valahol? Persze. És mit mondott? Hogy üdvözli. Aha. Na és hogyan mondta? Fölényesen, lazán, kedvesen. Ahogy egy jó férj, aki megbízik a feleségében. Akkor is, ha a fiaddal csavarog, ez ráncokat csinál. Van elég. Na ne, ne csinálj mindenből gondot. Laura isteníti Aleket. És esze ágában sincs hagyni, hogy Ivan behálózza. Reméljük. Még mindenki alszik. 9 előtt itt nincs élet. De ha még egyszer rám mosolyog, kap tőlem egy teát. És ha azt is elárulja, hogy kicsoda, még egy szalonnás tojást is csinálok. Gabriel vagyok. Alec Haverstockot keresem. Az apámat. Alec elutazott New Yorkba, de Laura itt van. Tetszeni fog neked. A jó mostoha megtestesítője. Hm? Uh-huh. Eredeti a hajszíned? 100%-osan napszívott. Az utóbbi 6 hónapban egy jakton éltem. Az anyáddal? Egy férfival. Anyád hol él? Virginiában. Amióta újra férjhez ment, ki sem mozdul a mostoha apámmal az óriási farmról. És egész nap csak lovakról beszélgetnek. Úgy látom, téged hidegen hagynak a lovak. Megpróbáltam érdeklődni irántuk, de aztán az anyám kihajított. Attól tartott, hogy a mostoha apám átpártol az anyától a lányához. Nem mondott komolyan. Te nem ismered Erikát. Tehát azt gondoltam, hogy mielőtt az anya és apa által elhagyatva című terápiára költenék, inkább egy útba fektetem a pénzem Alechez. Tartozik egy apró magyarázattal, miért nem kért tőlem engedélyt, mielőtt új mostohát sózott a nyakamba.
Szegény kicsi lány. Veled alaposan ne bántok. És te rendkívül ügyesen tudod idegen nőkből kicsalni az élettörténetüket. Ez a kedvenc szórakozásom. Jó Istenem, mennem kell. Ott van egy függő ágy, feküdj le egy kicsit. Még egy ideig eltart, amíg itt mindenki magához tér. Ivan! Nem csak a jaktot hagytam ott, hanem a férfit is. Akkor megengedem, hogy elmosogass. Mondd kérlek, mondta már neked valaki, hogy kifejezetten vonzó férfi vagy? Nők százai. A világ összes kikötőjében. Te örök cinikus. De egyiktől sem esett olyan jól, mint tőle. Ez csekély igaz. Egy idegen lány fekszik Ivan függő ágyában. Ó, jó reggelt, négy. Szeretném tudni, mi keresni valója van itt. Köszönjük az információt, May. Azonnal utána nézek. Jó. Ez elképesztő. Annak ellenére, hogy Ivan már számtalan idegen lányt hozott ide, minden alkalommal újra felizgatja magát. Mert Ivan az ő kisbabája, az életét kockáztatná, hogy megvédje. Vagy bizonyos nőknek gonosz leveleket írna. Paradicsomlé, paradicsom sűrítmény, paradicsomleves, paradicsom kivonat, paradicsom szósz, paradicsom befőtt, szárított paradicsom, sült paradicsom, paradicsom bundában, töltött paradicsom. Mi van már megint? Ez a kutya a szőnyegemre piszkított. Ó, Lucy, nagyon sajnálom, még már is eltakarítom. Már eltakarítottam. Bemegyek a faluba is. Elviszem Mrs. Martensnek a paradicsomot. Ó, May! Jobb lenne, ha itt maradnál. Majd Laura elviszi Sylviának a paradicsomot. Nagyon nagy szükségem van rád itthon. Volnál olyan kedves, Laura? És rögtön meg is hívhatnád Sylviát, hogy holnap jöjjön el velünk kirándulni. Kimegyünk a tengerhez. Csapunk egy jó pikniket. Te egy tündér vagy. Így. Mi pedig elővesszük azt az idegen kislányt. Mit szólsz, hm? És sikeresen kihasználja. Igen, Lucy a szőnyegére piszkított, és hogy kibékítsen, vállaltam, hogy elhozom a paradicsomot. Megértem. Eve szeretettel meghívja a piknikre, amit holnapra tervezünk. Milyen kár. Holnap épp nem érek rá. Egy barátnőmmel találkozom, akit évek óta nem láttam. Majd egyszer, máskor. Hál' Istennek még itt lesz egy ideig. Sylvia, amit a múltkor mondott, amikor összetalálkoztunk az úton. Azt nem úgy gondolta, ugye? A halvány fogalma sincs, hogy miről beszél, Laura. Elnézést!
Igen? Ó, szia, Erika! Kedves, hogy felhívtál. Szia! Elvigyelek! Köszönöm! Tényleg nagy meglepetés, Gabriel. Milyen kár, hogy apád nincs itt. De megvan az az előnye, hogy Lorának és Gabrielnek lesz elég ideje, hogy megismerjék egymást, nem? Hát igen, gondolom, eléggé elképedtél, amikor meghallottad, hogy az apád újra megnősült. Ha? A szüleimmel kapcsolatban már nem lep meg semmi. Vezethetném az apámat az orránál fogva is. Mondjuk úgy, hogy gyors futárnak adom ki magam. Vagy gondoljátok, hogy felismer? Mikor érkezett ez a levél? Tegnap épp, amikor indulni akartam. Miért? Attól tartok, hogy ezt fel kell bontanunk. Még akkor is, ha Aleknek szól. Nem értek semmit, de ha gondoljátok... Jaj, ne. Tudnia kell róla, hogy a feleségének Tremön híren viszonya van Ivan Ashby-vel. Egy jó barát. Gusztustalan. Tudtátok, hogy névtelen levél, ugye? Igen, nem ez az első. Gabriel, egy szót se Lorának. Hát itt meg mi van? Ha, szép kis család. Nyugodtan megvárhattatok volna. Lora, kapaszkodj meg. Az életben nem találod ki, hogy ki áll előtted. Jó napot, Lora. Gabriel vagyok. Alec lánya. Ó, ezt a meglepetést! Gyere! És most bocsássatok meg. Szeretnék zuhanyozni. Igen, arra. Hová lett Gabriel? Zuhanyozik. Viszek neki gyorsan egy törölközőt. Azt hiszem, Ivan, meg kéne beszélnünk valamit négy szem közt. Gyere velem. Reggel nem ilyen volt. Felfoghatatlan. De az. Mondd meg az igazat, Ivan. Van valami ebben az állításban? Ha nem lennél a mostoha apám, és nem szeretnélek annyira, most behúznék egy nagyot. Köszönöm, ezt akartam hallani. Gyanakszol valakire? Ez már a második levél ebből a műfajból. Az elsőt Szilvia kapta. Szilvia Márten? Azzal vádolták meg, hogy megcsalta a férjét. És aztán a halálba kergette. Kedves, ugyanaz a papír és stílus? Pontosan. És ugyanazon a postán adták fel. Csak olyan lehetett, aki láthatta, hogy Lorával néhányszor elmentünk csavarogni. Tehát innen valaki. És aki ráadásul alkoholellenes. Mi? Igen? Ó, nem akartalak zavarni. Csak azt szeretném mondani, hogy nagyon örülök, hogy eljöttél ide. Nagyon hiányoztál az apádnak. Velünk tudsz maradni egy ideig? Elméletileg igen. Akkor ráérünk.
Ahhoz, hogy jó mostohád legyek, már kissé öreg vagy, én meg gyakorlatlan, de talán lehetnénk barátnők. Az biztos jó lenne. Jól van, békén hagylak, biztos várat vagy az utazástól. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Még 3 óra sincs. Nem számít, nem számít. Legkésőbb egy óra múlva ott ülök a teraszomon egy kényelmes székben, és iszom a teámat. Mi van? Tűnik, Laura és Gabriel nem igen értik meg egymást. Laura mindent megtesz, de Gabriel folyton lerázza. Gondolod, hogy talán attól fél, hogy Laura elveszi tőle Aleket? Nem annyira Aleket. Inkább Ivant. Megint többet tudsz, mint én. Indulunk, jöttök velünk? Nem! Meg kell beszélnünk valamit! És pedig mit? Féltékeny vagy. Elolvastad a levelet, és amilyen hülye vagy, elhiszed ezt a marhaságot. Láttam, ahogy átölelted. Ó, az egyes számú óriási vétek átölelni. Meg is csókoltad? Igen. Így. És most megmutatom, hogy csókolom meg azt, akit szeretek. Ne hazudj! Hogy szerethetnél, amikor csak egy napja ismersz? Mindig a gyors döntések embere voltam. De te egészen nyugodtan mondd meg, ha nem szeretsz. Én most már semmit sem tudok. Nekem ennyi elég, a többit bízd csak rám. Akkor majd egy-két napon belül rájössz, hogy igenis szeretsz. Nem hagyod, hogy egy könnyen kihozzanak a sodrodból, ugye? Nem, ha látom a célt. Lucy! Lucy! Vén hét alvó. Itt Haverstock. Gerard, mi történt? Alec, elég komoly baj történt. A feleséged. Uramisten, mondd már! Meghalt a kutyája. Vagy úgy? Kapott nyugtatót, és most alszik, de szerintem jó lenne, ha ide jönnél. Hogyan, most rögtön? Ez lehetetlen. Teljesen lefoglalnak a tárgyalások. Bocsáss meg, de nem tudom elképzelni, hogy az üzleti ügyek fontosabbak, mint a feleséged. Nem gondolod, hogy ez egy kissé túlzás? Alec, Lucy nem volt beteg.
Lucyt megmérgezték. Ah, most már aztán elég. Abban a békés faluban kimérgezne meg egy kutyát? Igen, ezt kérdezzük mi is. De van más oka is, amiért ide kellene jönnöd. Gabriel van itt. Gabriel? Hogy került oda Gabriel? Majd elmondja személyesen, ha idejössz. Tehát sürgősen indulj el. Halló? Gerard, ott vagy még? Valójában honnan veszed, hogy Lucyt megmérgezték? Tudom, és te is tudod. Mi nem... Ez nem igaz. Egyszerűen nem igaz. Ő volt az egyetlen, aki itt volt a házban, Év. És Laura... Laura lehet a következő. Itt Haverstock, 416-os szoba. Kéne foglaljon helyet a következő gépre Londonba. Uh-huh. Igen, köszönöm. Bocsáss meg, Laura. Bután viselkedtem. Alaposan megvárakoztattál. Gabriel. Apa! Úgy örülök, hogy eljött. Főleg, mert tudom, mennyire fontos neked ez az üzlet. Gerald nagyon sürgetett. Ja, értem. És ellentétben a félelmeimmel remekül nézel ki. Mert jól is vagyok. Csak Lucy után bánkódom. Pont úgy nézel ki, mint egy nő, aki újdonsült szerelmes. Nem éppen újdonsült, de annál inkább az. Ne hazudj nekem. Alec, mi van veled? Lefeküdtél Ivannel, ugye? Alec! Gondolhattam volna, mert Gerard feltétlenül azt akarta, hogy azonnal jöjjek ide. És persze most már azt is tudom, hogy valójában miért aggódott annyira. Legalább ismerd be! Higgy, amit akarsz. Jó, nem kellett volna megmutatnunk a levelet a legnek. De nekem viszont megmutathattátok volna. Nem akartunk terhelni vele. És az életben nem gondoltam volna, hogy Alec így reagál rá. Nekem ebből elegem volt, megyek. Meg kell értened, annak idején rajta kapta Erikát valakivel az ágyban. És ez a szörnyű élmény úgy tűnik a mai napig kísérti. Amióta hozzámentem Alechez, együtt élek a múltjával. Csak olyan emberek vesznek körül, akik ismerték Eritát, és összehasonlítanak vele. Jó rendben, azt hittem, csak türelem kérdése, és majd elmúlik. De vége a türelmemnek. És nem érdekel, hogy Aleket, vagy Gabrielt, vagy bárkit mennyi trauma ért, mert az enyém sem érdekel senkit. Bocsáss meg. Miért? Le vagyok nyűgözve. Vele maradsz.
Az attól függ. Mitől? Terhes vagyok. Ezt miért csak most mondod? Én is csak ma reggel óta tudom. Elvégeztem egy tesztet, és egyértelműen pozitív volt. A jogtos pasitól? Nem tudom, mit csináljak. Szívesen megtartanám a gyereket. De téged is megtartanálak. Most hirtelen? Tegnap még nem voltál biztos benne, de még terhesen voltál. Nevet személyeskedésnek, de tényleg alig ismerjük egymást. És nem tudom, hogy képes lennék-e rá, hogy egy másik férfi gyerekét felneveljem. Elvinnéd Lórát a pályaudvarra? Igen, persze. Londonba mész? Igen. Tudok jobb megoldást. Repülünk. Ráérnél egy percre? Gabriel. Nagyon fontos. Igen, persze. Persze. Ale. Úgy látom, rád férne egy ital. Igen, épp a kocsmába indultam. Annál azért tudok jobbat. Ha még emlékszel, én keverem a legjobb koktélokat a szóvó és hátsó indék között. Gyere, gyere! Örülök, hogy elkerülök innen. Hogy? Semmi. Fantasztikus! Hogy ez milyen szép lett. Igen. Valóban jó kezed van a virágokhoz. Nem csak a virágokhoz. Úgy, és most keverek valami finomat. Addig megnézem a gyönyörű kertedet. Jó. Igen, Szilvia? Mit kerestél ott bent?
Tehát? Mire iszunk? Lorára. Jó. Vagy Lorára és Ivanre? Gerald mondta, hogy te is kaptál egy ilyet. És ezt odafönt találtam. Több száz van ebből. A fészerben láttam egy gines üveget. Nem tudok róla, biztos Johntól maradt. De nincs benne gin. Hanem valamilyen erős gyomírtó. Olyan mérgező, hogy egy cseppje is elég egy kiskutyát megölni vele. Szilvia. Miért? Miért? Megvan mindene. Megkapott téged. Van pénze. És az egyetlen barátnőmnek, Eve-nek én is megvettem volna azt a szobrocskát, de nem engedhettem meg magamnak. És ezért írtál névtelen leveleket? Magadnak, aztán nekem? Ezt előbb bizonyítsd be. Nem bizonyítok be semmit. Csak azt akarom tudni, hogy miért. Mert így igaz. Persze, hogy lefeküdtek egymással. Te nem láttad, ahogy turbékoltak. Ahogy sugárzott, amikor visszajött a kirándulásokból. Alec, csak magunkért tettem. Értünk. Szilvia, nem gondolhattad komolyan, hogy belőlünk egy pár lehet. De... miért ne? Te voltál az első férfi, aki megcsókolt. Te vagy az első férfi, akit szerettem. Nem férfi voltam, hanem kölyök. Még gyerek voltam. Emlékszel még az éjszakára, Gerald és Eve esküvője után? John olyan részeg volt, hogy segítened kellett ágyba dugni. Annyira kedves voltál, annyira gondoskodó. És aztán megint megcsókoltál. Akkor is gyerek voltál? Van fogalmad róla, hogy Eve, akit a legjobb barátnődnek tartasz, mit él át, amióta azt hiszi, hogy mély van a levelek hátterében? Kész voltál hidegen feláldozni Mayt és Eve-t is egy olyan szerelemért, ami csak a fantáziádban létezik. Nincs mit a szememre vetned, Alec. Lorát kötelességből vetted el, mert terhes volt. De tudom, hogy engem szeretsz. És segíteni akarok, hogy megszabadulj tőle. Mindent értet teszek, Alec. Mindent. Szeretlek. De értsd meg, én nem szeretlek, Szilvia. Sosem szerettelek. Sosem szerettelek. Eve, itt Alec. Szilviánál vagyok. Kérlek, azonnal hívjál orvost. Összeesett. Gyere ide gyorsan. Segítségre van szükséged. Nagyon beteg vagy. Ne állítsd le a motort! Sürgősen kell a kocsi! Már itt az orvos. Thank you.
Nincs miért sietned, Laura elment! Mi? Te tényleg nem változtál. Gabriel, most nincs időm elvi vitákra, értsd meg! Mondd meg, hol van Laura! Ha azt hiszed, hogy két fontos üzleti tárgyalás között megmentheted a házasságodat, vagy elintézheted az egyéb problémáidat... Elég! Az ember azt gondolná, hogy időközben már felfogtad, hogy ez nem megy. Az anyád elhagyott, egy másik férfi miatt. Nem csak az anyámról beszélek, hanem magamról is. Ezt hogy érted? Miért nem jöhettem el hozzád? Miért nem látogattál meg soha? Más gyerekeknek is elválnak a szüleik, de az apjuk legalább elmegy velük néha az állatkertbe. Erika nem akarta. Azért megtehetted volna. Tudod, mit gondolok? Túl kényelmes voltál ehhez. Csendesen szenvedtél, téged sajnált az egész világ. De túl fárasztó lett volna, hogy megküzdjél értem. Én pedig kicsi voltam ahhoz, hogy megértsem, mit keresünk Amerikában. De rettenetesen hiányoztál. Te is hiányoztál nekem. És attól tartok, valóban azzal foglalkoztam, hogy a sebeimet nyalogassam. Nagyon boldog vagyok, hogy mégis eljöttél. Ha akarod, már is megyünk az állatkertbe. Inkább igyekezz, hogy utolérd Laurát. Elindult Londonba. Vonattal? Nem, Ivan viszi repülőgépen. Ismered azt a kis magárepteret, ahonnan felszokott szállni? Igen, persze. Egyébként terhes vagyok, de nem akarok a gyerekem apjához hozzámenni. Ha abban nem is leszek, hadd legyek legalább nagyapa. Cserében vállalok egy hetet. Azt hiszem, kikapcsolhatod az övet. Laura! Kérlek! Ne állítsd le a motort, mindjárt jövök. Ebben én nem vagyok biztos. Kérlek, hogy hallgass végig. Figyelj, Gabriel. Elárulnád végre, mi ez az egész? Óriási barom voltam. Lehetetlenül viselkedtem. És tudom, hogy nem érdemlek meg egy olyan nőt, mint te. De szentül ígérem, hogy megjavulok. Kérlek, mondd, hogy még akarsz. De csak egy feltétellel. Kérj bármit. Összeházasodunk. De hiszen már összeházasodtunk. Igen, de csak polgári módon. Én igaziból gondolom. Templomban. Az összes rokonnal és baráttal. És szórjanak virágot meg rist, és aztán legyen egy nagy lakodalom. Adsz még egy lehetőséget? Igen.
valaki a jelenlevők közül, aki ellenezné ezt az Isten előtt kötendő házasságot, az szóljon most, vagy hallgasson örökre. Akarod-e, Alec Haverstock, az itt megjelent Laura Hartot feleségül venni? Szeretni és tisztelni, hűséggel szolgálni, jó és rossz időkben, míg a halál el nem választ. Mondd, akarod-e? Akarom. Akarod-e, Laura Hart, az itt megjelent Alec Haverstockot férjedül? Szeretni és tisztelni, hűséggel szolgálni, jó és rossz időkben, amíg a halál el nem választ. Mondd, akarod-e? Akarom. Kérem a gyűrűket. Elég a csóból. Hagyjatok teret a következőknek. Biztos vagy benne? Teljesen.